100 ezer forint az a kis szar. Ja, net. Meg hát a lustaság, hogy mondjuk ezt is össze lehet mobilon vágni. Ugye én is úgy csinálom itt Döbröntén. Ja, lassabb a folyamat. Tudom, csak kurva jó, hogy mindent lát pici, rátapasztod a kutyára mindent. Most bementem a... Most szólalok meg először. Ma. Bementem a Telekom oldalára, és megnéztem kíváncsiságból. Ha mondom, panót bazd meg, akkor részletre 100 000. De nem volt. Csak az az Osmo, nem tudom mi van, azt hiszem, szerintem az volt neked, vagy még annál is jobb, mert ez csak 89 ezer valami stabilizátor, vagy mi volt írva, kamera, vagy kézi, vagy nem tudom. DJI Osmo Pocket kamera, kézi stabilizátor, Móni. Nincs az a pötty. Sajnos, pedig megvettem volna. Hallod? Most találtam. Hol? Árukeresőn. 59.990 forintért. Az jó. Mindjárt megnézem, hol van. Ez az Insta360 Go Sessi sportkamera, vagy milyen neve ennek, nem? Vagy nem jót nézek, mert ez olcsó. Amit én mutattam, az Insta360 Go 2, és tegnap jött ki Amerikába. Magyarországon még nem fogsz találni ilyesmit. Nekem is várni kell még erre. Hát az egy az szar még. Ez az. Szeszi, bazzak, ez a dorombolás. Ez lehet az, vagy ez másik az? Álljál le! Neked szar, vagy nekem szar? Azért nem mindegy. Hát arról nem tudok semmit. Mobilon lehet-e vágni a videóit, meg ilyesmi, azt nem tudom. Nekem a nagyból is a legújabb van, ami már azt mondom, hogy jó, az előtte lévőt még szitták. Nem tudom, az egy milyen. Egyébként most nagyon gondolkozok ezen a kamerán, megmondom az őszintét, mert lehet, elképzelhetőnek tartom, hogy sokkal többet videóznék. Lehet, hogy a feltöltés az ugyanúgy fos lenne, de lehet, hogy videóznék többet. És néztem ezt, amit mondtál, ez az Instagó 2. Közben idehozom az én többi szennyes dolgot, poharak meg ilyenek. Szóval én most nagyon elgondolkoztam ezen. Mert mondom, ha még a feltöltés tovább is tartana, de az, hogy nagyjából azért a telefonom az állandóan lemerül meg. Tudod, most tudom én, hogyha az ember úgy menne, de mit mondtál, hogy ez egy fájt csinál csak, vagy csinál többet, csak az sok lenne összevágni. Na mindegy, elküldöm, mert most még hozok szennyesedényt. Na, hogy a kamerácka, az ilyen pici, és akkor ti! Cső, 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 csá, 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 cső, cső, kikobel, az jaj, stop! Legközelebb megint ti! Szóval van rajta több videó. Bekapcsolod, ugye? Így. Telefonon ingyenes applikáció, az Insta360. Egy sárga karika az applikáció. Ezt lerakod így a telefon mellé. Telefonon bekapcsolod a Wi-Fi-t, Bluetooth-t, hogyha ki lenne kapcsolva. Megnyitod az Insta360 applikációt. És ott van, hogy Connect kamera. Összecsatlakoznak, tudod így. És ott van, hogy album. Összes, ami már a telefonom van, vagy ami a kamerám van. Ami a kamerám van. Mutatja őket.
meg is tudod nézni, aztán visszamutatja őket. Itt van, hogy most választani szeretnék ezt, meg ezt. Töltse le a telefonra. Mibe? 2K vagy 1080p? Legalábbis ennél azt tudja csak, annál lejjebb nem. És akkor beletem, hogy 1080p, 30fps, 100-as bitráta. Az az, hogy milyen szép legyen a kép. Van 75, 100, 150. 100-ason szoktam, hogy legalább szép, megmaradjon már szépnek. És akkor oké. Akkor ott hagyom őket. Semmi vezeték, semmi. Erről lementi a telefonra azokat a kis izéket. Na, onnantól kezdve megnyitom a rókát, egymás után teszem, vagy még néha így cserégetem, hogy az a jelenet inkább előbb legyen, stb. 1080p 30fps-be mentés. Te esetedben rányomod, hogy 720p 30fps mentés, akkor az is jó. Utána csinál egy fájt, a többit kitörlöm, hogy legyen hely a telefonon, mert hát ezekből állt ez, szóval ez már nem kell. Így már van annyi hely a telefonon, hogy ezt még átkonvertálja a YouTube, így amikor feltölt. Ugye ez az előkészítés, az az, hogy ugye ő megcsinálja megint, csak olyan YouTube formációba. És ennyi. Szóval, ami több időbe kerül, az, hogy erről át kell, hogy vigye a fájlokat a telefonodra. Hogy utána a rókába baszogathasd. Ennyi. Telefonnal videózol, akkor meg egyből ott van a telefonon, szóval ennyi csak a mige basz fele, hogy de hamar megvan. Megiszol egy kávét a teraszon, az kész. De én most 24 percet vlogoltam, azokat a 6 videó részletet 10 perc alatt, de szerintem sokat mondok, hogy 10 perc alatt átnyomta telefonra vezeték nélkül. Így wifin keresztül, súgy. Ennyi. Csak ugye a Go az olyan, hogy nem tudod így lerakni, mint ezt. De szerintem ahhoz adják azt, na, szóval kinyithatós a tartója, és azzal le tudod. De mindegy is. Azt az egyet nem tudom. Ja, a Go 2-nél, igen, azt le lehet rakni, azt tudom. Pókemberes. De ugye a Go-knak mágneses a tapasz. Szóval egy hűtőmágnes mindig van a zsebedbe, akkor csak keresel valami fém cuccot, rá a hűtőmágnes, a Go-t meg a hűtőmágnesre. Szóval, sziasztok! Bocsánat. És nagyon szeretlek. Ha végre van egy lány, akivel tudok beszélni a kamerákról, meg a YouTube-ról, meg a hülye trollokról, meg hány reklámot lehet rakni a videóba, meg ilyenek. Mi megyünk, szétkamerázzuk most az erdőt, a hoppa. Na, akkor pont olyan, mint nekem ez a kamera. A mal.hu-n ez volt az utolsó. És csak náluk lehetett kapni, szóval Magyarországon az utolsót megvettem. Vagyis az elsőt. Mert ez még nem nagyon volt kapható, ez is új, ami nálam van, ugye. Meg láttam, ahhoz van az a kis letapasztod, és ilyen gömbcsuklós a kis állványa a kapszulát belerakod, szóval bármerre állíthatod úgy, hogy menet közben. Szóval most átjövök ide, és elfordítod a mikró fele, ezt nem borul el, típusú bármerre állhat, az is csak neked kell kézzel. Na jó, de abba hagyom. Ez már durva izé volt. El kéne mennem ilyen izének tényleg, hogy én mindent eladok. Ami kamera, meg ilyen kütyüs. Azért kéne nekem szponzorokat keresni, valami nagy pofájú csajnak a menedzserem lenne, és 30%. Én mostantól nem szólok bele. Ez 200 000 volt. De te gazdag vagy, baszusztja meg, csak erdálod. Figyelj már, mindenképp utánvét, nem? Hát én azért ennyit nem merek elutalni. Még akkor se a biztonságos. Mauni! Tink! Hát ez, amúgy ez olyan dolog, hogy nem magadnak veszed, hanem a nézőknek. Jó minőségbe foglak látni, meg mindent is. Érted, mit mondok? Meg hát azért meg fog nőni a nézőszám. Pár év és visszahozza az árát, nyugi. Gratulálok, nagy látószögű. Hát Turi Tamásnak, amikor összehoztam egy GoPro gyűjtés neki, utána naponta háromszor videózott, az meg évekig.
csak most, hogy már van ez a nő. Mauni! Ez kurva jó lesz! Na már jönnek a izék. Miből? Honnan? Miért pont ilyet? Miért nem GoPro? Peti mondta, köcsög az, emiatt kell. De jó lesz! Most megrendeltük, Christopher kezet fogott velem, remélem nem dögnünk meg koronába. Tényleg, majd figyelj oda, hogy le ne nyelje. Basz meg, tényleg. Hát így történt, hogy a sok feliratkozó számú youtuber rábeszélte a városi parasztlánkát, hogy vegyen magának egy hüvelykujjat, mert annak sokkal jobb a látószöge. Ding! Na, azért én rövidre szeretném zárni ezeket a találgatásokat, mielőtt itt elindulna. Csak így egyszerűbb volt elküldeni, mint végigmagyarázni, hogy mi volt. Az az igazság, hogy azt szeretném megelőzni, mielőtt valaki elkezdené itt írogatni, hogy Peti megint rábeszélt a hülyeségre, és arra pénzre vigyázni kell, bla 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 bla. A pénz, a házpénz el lett utalva az eladók számára. Szóval mi már a házért, tudjátok így, mint vételár, egy büdös forinttal sem tartozunk. Tehát kifizettük. Egyedül 1.300.000 forint maradt fent, ami a csok fog folyósítani, vagy az állam, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Szóval mi már nem tartozunk feléjük. Jó? Szóval ennyit akartam csak mondani ezzel kapcsolatban, mielőtt majd valami ilyesmiről elkezdenének a fejtegetések menni. Az az igazság, hogy nagyon sokat gondolkoztam ezen ma. Ugye állandóan fognom kell ezt a telefont. Például ez most megint a hátsó kamera, mert most nem tudom nektek megmutatni, de majd egyszer lehet, hogy be fogom vágni. Villog a telefonom, szóval nem tudok megírni egy üzenetet sem, mert úgy, mint a stroboszkóp, úgy villog. Úgyhogy ebbe is úgy magyarázok, hogy igazából magamat nem látom ebbe a 7 pluszba, de kukucs! Kükücs! Kinek van büdös lába? Fúj! Ó, de büdös! Fúj! Fúj, de büdös! Imádlak! Miniszterelnök úr! Jaj, de jó, hogy ezt meg hogy vettem fel! Állítva! Na majd valahogy akkor el kell fektetnem a vágó programba. Na mindegy. Mutasd meg, hogy mész le. Jó, de üde szokosz. Na mindegy, én ezt most már nem fogom itt izégatni, így hagyom. Úgyhogy, hát nagyon kíváncsi vagyok erre a kamerára. Az én telefonom állandóan le van merülve, azért nem live-ozok, mert ugye videókat nézek erről, messengeren beszélek, sokat, tényleg sokat, tehát sokat használom a telefont, és az az igazság, hogy jó dolog ez, hogy azért ezt az ember tényleg bárhova magával viheti, nem egy nagy dolog, és nem kell tartanom a telefon, mert akkor mindenki el van hűlve, hogy őt kamerázod. Így meg, na, én már várom egyébként, bár mondtam a Petinek, hogy az én lány vagyok, nem úgy fogok neki örülni, mint te, mert nem tudom, mert közben én meg mindennek tudok örülni. Még annak is, ami nem érdekel, de ez amúgy meg érdekel. Szóval
azt beszéltük a Petivel, hogy tök jó lesz, hogy tényleg valahova lerakom, és akkor azért ott több minden benne tud lenni, nem fog eldőlni, remélhetőleg. Szóval várom. És egyébként egy napot írnak a kiszállításra, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy ez már holnap itt lesz. Úgyhogy várom nagyon. Úgyhogy kíváncsi vagyok, milyen lesz. Na, ennyit akartam mondani, azt hiszem. És én szerintem kösz, Peti, hogy rábeszéltél. Köszi. Éljetek, ahogy tudtok. Arrivederci, amor.